olyan könyv látott napvilágot Tolna megyébe, ami a régebb óta írással foglalkozó alkotókról szól, akik versben, prózában és az írott sajtóban mondhatni évtizedek óta már jelen vannak. Könyvekkel, cikkek garmadájával. Első blikre vagy hallásra, mintha tömeges hóhírakasztásról lenne szó. Ám a Kereszt Interjú könyv kitalálója, szerkesztője igyekezett elkerülni a nem túl érdekes Szabvány Interjúk megszületését. Csabart egyet a dolgon, összepárosította külön a szép irodalmat képviselőket, külön az újságírókat, akiknek egymással kellett interjút készíteni, amit ő a cél, az izgalmasság, az eredetiség érdekében még megszerkesztett. Az újságírókat igyekeztem azért újságírókkal párba hozni, a költőket pedig költőkkel, prózaírókkal, mert azon a területen mozognak, annak a területnek a problémáit ismerik, és ezek nem csak sima életrajzok, interjúk, hanem egyfajta társadalom bemutatások, kordokumentumok is. Pályaképek tárulnak elénk, versek, novellák, cikkek, kritikus cikkek születésének körülményei. Sikerek, balsikerek és olyan kulisszák mögötti történések, amit akkor a sorok mögött elrejten lehetett közzétenni, publikálni. De ma már nyíltabban, elemzőbben lehet beszélni róla, mint az írás a cikk születésekor. Veszeli szerint nagyon is érdekelheti a ma olvasóját, a szignójukról sokak által ismert szerző, karakteres véleménye, vagy éppen saját életének egy az alkotással összefüggő történet. Mi igyekszünk azért olyan módon élni a társadalomban, hogy hozzátegyünk a dolgokhoz. Olyan emberek vagyunk ebben a könyvben, akik többet tesznek hozzá, mint amennyit elvesznek belőle. Acsádi Rozália és László Kovács Gyula együtt élő költők már korábban feladatul kapták a könyv szerkesztőjétől egymás meginterjúolását, így azt az öt célirányos kérdést csak aktualizálni kellett. Örömmel tették. Átnéztem újból az egészet, most, amikor Gábor ennek a könyvnek kapcsán kérte, hogy kifejezette azt az anyagot bővítsem, és hát az onnan eltelt időszakot próbáltuk most egy picit vázolni László Kovács Gyulával. Inkább arra volt kíváncsi Gyula is, és én is a saját kérdéseinken belül, hogy mik azok a mélyáramlatok, azok a rezgések, például ilyen kérdések, hogy mondjuk köze van-e Istennek a költészethez, kik az elődök, hogy viszonyulunk az előző időszak költészetéhez, mit mond a beat költészet neki, miről szól a formája, mit üzen a formáján keresztül, a formaiságán, e féléket boncolgattunk. Ez mindig izgatja az író embert, ha egy másik írót lát, hogy de hát hogyan zajlik. Az újságírók egymással készülő interjúiból kiderült, más ezt a szakmát, hivatást űzni, gyakorolni Budapesten vagy vidéken, a megállapítás ma is igaz. A régi rendszerben pusztán az írott sajtó létezett, ott kellett dolgozni annak, aki ott élt, nem mehetett mindenki Pestre, ott kellett megnyilvánulni, és hogyha kis szavakban és kis mondatokban tudott a közönség lelkéhez szólni, az is valami volt, mintha nagyokat hallgat. A Kereszt Interjú könyv bemutatóját a benne szereplők jelenlétében a Tolnai Magházban tartották.